Szépen gyűlnek az adományok a Tolnai Családsegítő Központban. Nem új keletű a civil szervezetek között ez a példátlan összefogás, hiszen tavaly is közösen szervezték a Tetszebbé a Karácsonyt jótékonysági koncertet, aminek a bevételéből rászoruló gyerekeknek vettek ajándékot. Családsegítő Központban a kialakult járványhelyzet óta folyamatosan tapasztaltuk, hogy azonnali segítséget kell nyújtanunk azoknak az embereknek, akik hirtelen nehéz helyzetbe kerültek és mindennapi megélhetési problémával küzdködnek. Nagyon sokan elvesztették a munkahelyüket, így az ebben a programban résztvevő szervezetek azt a célt tűzték ki, hogy ezeknek az embereknek szeretnének segíteni élelmiszercsomag nyújtásával. Várjuk azoknak a személyeknek, családoknak a jelentkezését, akik itt a járványhelyzet ideje óta elvesztették a munkahelyüket, álláskeresőkké váltak, és majd a jelentkezők számának a függvényében alakul ki az a kör, akiket támogatásban tudunk részesíteni. Palotás Györgyi, a Tolnai Hálóközalapítvány kuratóriumának elnöke, több vállalkozót és vállalatot is megkeresett annak érdekében, hogy sikeres legyen a megmozdulás. Minél több Tolna és Mözs lakosához eljusson ez a lehetőség, hogy megkeressenek bennünket, és hogy részesülhessenek az ételosztásban. Néhány vállalkozót, vállalatot már megkerestünk. Megkértük, hogy azokat a munkavállalóikat, akiktől sajnálatos módon meg kell, hogy váljanak, akkor tájékoztassák, hogy jöjjenek a Családsegítő Központhoz, vagy hát megvan nyilván egy e-mail cím, tehát hogy milyen módon lehet jelentkezni, és akkor ezúton is szeretnénk kérni, akikhez nem jutunk el, azokat a vállalkozókat, hogy akkor ennek olyan kedvesek, és a munkavállalóiknak, akiktől újra mondom, sajnálatos módon meg kell válniuk, akkor ennek olyan kedvesek, és tájékoztassák. Akiket megkerestem, azok már a tavalyi év folyamán is, és azt megelőzőleg is támogatták a civil szervezeteket, elsősorban talán a alapítványt, és ők azon túl, hogy én most így erre hivatkoztam, hogy hát eddig mi kaptunk segítséget, és mi most akkor szeretnénk visszaadni valamit ebből a támogatásból, de személy szerint is volt, aki felajánlott, hogy majd jönni fog és hozzá a kis csomagot, és vannak, akik további pénzadományokat is adnak. Nem minden vállalatot érinti nyilvánvalóan egyforma súllyal ez a válság. Én úgy gondolom, hogy azért van egy nagy réteg itt Tolnán is, a környezetünkben is, akik úgy állnak anyagilag, hogy tudnak segíteni, és én úgy gondolom, hogy ez a segítőkészség meg is van az emberekben. A Tolnai Katolikus Caritas szervezet úgy tudta a működését biztosítani, hogy a Pécsi Caritas központból kaptak jelentős adományt. Élelmiszereket, tisztítószereket, papírt, törlőkendőt. Ők ezeket ajánlották fel a gyűjtésre. Az idei év az egy kicsit sajátosan alakult. A Caritas az egy évben kétszer hideg élelmiszergyűjtést szokott rendezni. Az idén viszont a járványra való tekintettel ez elmaradt a húsvéti időszakban. Ugyanakkor az igény nagyon-nagyon megnőtt a hideg élelmiszer csomagokra vonatkozólag, és mivel a tagság eléggé előregedett, ezért nem igazán tudtuk megoldani az ételek gyűjtését, kiosztását. Ebben így nagyon nagy segítség volt az, hogy ilyen jó az együttműködés a civil szervezetekkel, illetve a Családsegítő Központtal. Ez a gyűjtés kifejezetten ugye a járvány következtében a munkahelyüket elveszített családok számára szerveződött, és hát oda szeretnénk továbbítani ezeket a csomagokat. Tényleg a gyűjtés továbbra is tart, úgyhogy mindenképpen szeretnénk így megkérni a város lakosait, hogy amennyibe tehetik, akkor jelentkezzenek, és ide a Családsegítőbe hozzák a felajánlásaikat, illetve várjuk azok jelentkezését is, akiknek szükségük lenne ilyen jellegű támogatásra. Mi egy aránylag kis létszámú szervezet vagyunk, és főként a hátrányos helyzetű gyerekeknek a segítését tűztük ki célul, de ez most egy sajátos helyzet, úgyhogy örömmel csatlakoztunk a kezdeményezéshez, és hát mi főként az 1%-unkból gazdálkodunk, amit kapunk, és ennek egy részét most erre a célra ajánlottuk fel. Mivel mi nem vagyunk önálló szervezet, Szexárhoz tartozunk, így onnan Szexárról kaptuk a dobozos konzerveket, amit szét fogunk majd osztani a rászorultaknak.
A gyűjtésre főleg tartós élelmiszert várnak a szervezetek, de az olyan dolgokat is szívesen fogadják, ami egy kis örömöt csempészik a rászoruló családok életébe. Mi úgy beszéltük meg az asszony testvérekkel, hogy inkább olyan dolgokat veszünk, amik, hogyha egy édesanyja, egy háziasszony bemegy az üzletbe, akkor nehezebben tesz bele a kosarába. Például mi tisztítószereket hoztunk, sütési segédanyagokat hoztunk. Olyan dolgokat, például papírtörlőt is mi is fontosnak tartottuk, hiszen modern a világ, és azok a dolgok, amik egy háztartásba, amik a mindennapokban segítenek abba, hogy egy kicsit minőségibb életet éljünk. Legyenek ott az ő otthonaikba is. Mindig nagyon fontosnak tartjuk az adományozást. Nem csak azokban az időkben, amikor valamilyen vész közelít bennünket, hogy veszélyek vesznek körül, az egyszerű hétköznapokban is, amiben tudunk segítünk. Van alkalmunk is, meg lehetőségünk is, akkor szívesen adunk. És nekünk nagyon fontos az, hogy a városban sokszor névtelenül, sokszor csendbe, és sokszor úgy adjunk tényleg, ahogyan ne tudja a jobb kezet, hogy mit ad a bal. Nyúl Anna Mária, a Család és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője elmondta, hogy június 5-éig várják az adományokat, ezután a szervezetek képviselői összeülnek és elbírálják a kérelmeket. Az élelmiszerosztás június 8-ai héten kezdődik. Nyilván a járványügyi helyzet kialakulásával a központunknak is nagyon gyorsan kellett alkalmazkodni a megváltozott helyzethez, és felmérni azokat a területeket és problémákat, amire nagyon-nagyon gyorsan reagálnunk kell, és segítséget kell nyújtani a lakosok számára. Azzal kezdtük, hogy létrehoztunk egy közösségi oldalt. Ezen a közösségi oldalon keresztül próbáltunk minél szélesebb körben kapcsolatot teremteni a lakossággal, illetve a rászorulókkal. Elkezdtünk önkénteseket gyűjteni, hogy minél többen részt tudjunk venni a segítségnyújtásba. Ezúton is szeretném megköszönni a Német Nemzetiségi Önkormányzattól az önkénteseink, Tolnain és Sipos Krisztina és Fülöp Mónika önkénteseink segítségét, akik korrepetálásban vettek részt itt az elmúlt időszakban, és a hozzánk érkező gyerekek felkészítésében, felzárkóztatásában részt vettek. Az előzőekhez csatlakozva én is szeretném bátorítani azokat az embereket, akik a járványügyi helyzet kihirdetésétől, tehát 2020. március 11-től napjainkig sajnos emiatt a helyzet miatt veszítették el munkájukat. Én bátorítom őket, hogy keressenek bennünket. Nagyon köszönjük a Háló Alapítványnak, hogy egyfajta megállásra késztet bennünket, hogy körülnézzünk, hogy meglássuk azokat az embereket, akik most nehezebb helyzetben vannak, akik, hogyha bemennek a boltba, nem biztos, hogy meg tudják venni azt, amire éppen szükségük van. A szervezetek megállapodást kötöttek egy helyi élelmiszerüzletlánccal, ahol gyűjtődobozokat helyezhetnek ki az adományok elhelyezésére, könnyítve ezzel az adni kívánó emberek életét is. Kérünk minden rászorulót, ne legyenek szemérmesek, jelentkezzenek, hogy segíthessünk, mondta Székely Anikó, a Tolnai Családsegítőközpont vezetője.